Tiszteletben publikum, szolgálati közleményekhez. Először is, ha jól mondom, a hölgyeim Itália, hol vagy? Hol vagy jelentkezik? Hol? Ja, jelentkez! Tapsoljuk meg! Szeretett volna részt venni a darabban, sajnos a párhuzamosok csak a végtelenben találkoznak. Tehát ez most nem jött létre a végtelen, de Vitália az elsőként jelentkezik, aki jövőre szerepelni fog. És mivel olyan szort szörnyű volt történt, hogy főleg hiány volt az előadás kapcsán, ezért a kisorváltozás jogát fenntartva, ha előadás nem Savanyol Jóskáról szól, az igaz utolsó Bakonyi Betyáról, már csak azért sem, mert veszmény be a tömlőzbe sejtett. Majd jövőre remélem kiszabadult. Másrészt azért, mert hogy kevés volt a hő. Éppen emiatt a Vices kompániámat végignézve úgy döntöttük, igaz, hogy ez 6 éve volt, napsoljuk meg Székely Réka első B-t is. Remélhetőleg, aki látta, elfelejtette, és úgy újra tudunk mesélni, másrészt új generációk kapcsolják. Hölgyeim és uraim, mikor kimenne, a jelentkezés kapok eszemnél lehet kitölteni a jövő évre, ez a hölgyetem a sokorban, de a kontinuitásra is figyelünk. Aki nem is nevédem, hogy volt az általak, az ő karrierje fényesen alkult itt az elmúlt években, hogy én is függönyösként kezdtem. Ő volt minden időm egyik legjobb fűkönyöse. Több köszönöm játszott már, most melyik szereplőt így fog kívírozni. De a lényeg az, hogy itt az ezért Misi, az ifjúság jeles képviselő, igen, előbb is. Tehát egy majomszabású emberrel találkoztunk magának Zoknival. Ő a jövő! Viszont Misi volt olyan rendes, hogy nem rám bízza azt a szörnyű feladatot, hogy engem utáljanak meg. Ezért kiválaszt a kedves barátját. Lóci, nagyon nem minden ő, gyere fáradj, kitársz az egyik Thank you.
Ilyenkor
szórnak, hogy meccsen mi az üveg. De señor, señorita, señora, es bella, bella! Most visszapanyarodok az ura. Tegőzi Sándor, a lány legkülönbözőbb gondoskodott arról, dráma alkulhasségút ütözött. Mégpedig oly módon, Erzsó kasztonyság csodálatos bányát, azt még nem állunk, amikor valaki vitorolja, de nagyon, ajjajjajjaj! Létezik itten a sötét tekintetű ember, aranyláma fondor lelkületére. Karrierje függős két mondót, ezt mondom, hogy ezen dolgok, de minden rossz elindít. Az a hatik magadjárása,
Igen ám, de a Szentegyházban. Éles tenyerű fel, hogy a helység kalapácsa. Hívjuk a szívadat álmát. Tisztelt emelégünk! Ne felejtjék el! Ez szellem, perle megjelenésekor taps pillanatra kell tüzdődődünk egy szikron tenyerű a Szentegyház. Egyesüli! Concerto! Grosso! Pro primo! Ígérjük előbb valahol a tízezes kép egy sigárnak jókedvű abrakolója,
Mielőtt elment volna a kocsmába, összeszedni a helyi hangászpart valamit a faluba, az utána a kormadozó összes lány, mindenféle csodaszé hajadonban, italban, nem tudom, hogy a kocsmába magát a források. Lényeg az, hogy megérkezett, mulatjuk már. Ne megy a függöny, és ne menjetek messze. Itt és Csepipa! Tiszteles képességeállnak jó kedvű. Potakát kellően vitolva, mert ha levegőt tudom veszi, akkor ilyen hangos lesz. Ahogy belépett a kocsmába, éket szólásáról tett tanúbizonságot. Bar! Ne, most nem volna elfelejtettétek. Tapsoljuk meg a zenét! Értelmét megütéli a gondolat, ez a csodálatos ital. Hát erről van szó. Fogja tehát a fót, és képességgel az ütés cseppalkó kezébe nyomja. Ki amikor van lő, nem is egy sok. Van bor, van zenekar, főleg függöny, akkor azt mondja, na cigányok, húzzátok rá be azt, amit kérte, csárdás. Figyelem! Van szerencsém bejelenteni a Mojzer táncolit, és egész estét betöltött műsor követően. Tilos kimenni még a ruhatárba is. Itt marad mindenki. 11 órakor lesz vége. Ez a pillanat, amikor a táncos nem zavarja a tetőt. Ne légy! Bár! Micsoda kicses volt! Felhangsúly, leghangsúly! A hajtó, hogy ezt üzletjék! Hatalmas a táncsúlyra megyünk! Hát inkább volt! Írsz, nem látszik, megkerülünk! Kilepérdes, figyeljünk jól! A dráma magvát fogják megtenni. Itt! Végülésre kisem egyetem! A kozmosz, ebben kicsi kis ivartelé. Ez a két izzadt tenyész. De össze ez mutatja, elindultunk a lejtét. Erre emlékeztenek. Társaim időtlen egyetlen kivéve komoly dialógussal is kérdik készültek. Ez a két izzadt tenyész kötött. De az, hogy történik kérdetőre, egyébként a maga a dráma beindulhatjék, visszakelt a nyarokok a szentek által, éles tenyörű fejlő a helyiség kalapátja, ebben a minkumban, még az igazak állnak. Éles tenyörű fejlőtt áll, 37 óra, mindvárra jöttél, 3 ára kaptok ezzel, 131 fokó felütés után, árat, spír, mit sem, sem. Concerto grosso, grosso fundo. És társadalmi szívből lélekbe adják elő, mert sorton csodálat. No, de ember! Hát az élet az olyan, hogy sose tudjuk az egyik pillanatban, mi történik a között. Hét éve korábban hívangol hívőkés, lelkedett a templom környékén. Most ne légy, de ne vicc a szép virágokra, szállj jó! Egyszer csak beszállt a templom környékére. De nem vette észre az árnyékban, van egy bókháló. Állítólag kettő, ha csak egyet tudok bemutatni. Hová nem érkezik a
kávé, vacsora után nem részlet. 2 éven keresztül az alózott ott ez a bizonyos léketen. Kapcsoljuk be a tempatról! Kocsmába tapsoljon meg!
emlékeznek arra a két kambatnál, a sennyívőre jönszel, a színnek? Ez lesz a pillanat, amikor belépél. Vigyék után a társai! Vigyél! Idő, energiát nem kivél a következő dialógusnál, ahol a tanulját. Azért, hogy kellően élvezető legyen, készséges légyőzre szeretnénk kérni. Nagyon sajátos stílusom
tudják, hogy nem lehet kérni, biztos, hogy mindenki emlékezni fog rá. Na, tovább, megyünk tovább. Rákfordul onnan a bajcsi, onnan megy tovább, megyünk rá egy kis időt, vagyok rá. Hey!
Sándor, az egy dolgod a tőle, próbáld ki kérdezni!